Hadd kezdjem azzal, hogy először is nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan érdeklődnek. Tudom, hogy nem a személyemnek szól az érdeklődés, hanem nyilvánvalóan a témának, a kőszegi kulturális örökség, igazából így nevezzük egymás között, annak a témának, amivel néhány éve foglalkozunk. És néhány szót szólnék arról, hogy mi a háttere ennek a kutatásnak. Soha nem jöhetne létre, hogyha nem volna itt egy olyan gazdag történeti munkálkodás, műemlékes történeti munkálkodás, művészettörténeti, amely nagyon sok értéket már felszínre hozott, és aminek köszönhetően nagyon sokat tudunk Kőszeg múltjáról, azokról az épületekről, amik itt évszázadok óta állnak, és tulajdonképpen érintetlenül, Magyarországon egészen különleges módon érintetlenül fennmaradtak. Az összes témánál, amiről beszélni fogok, meg fogom említeni, hogy kik azok a kutatók, akiknek köszönhetően egy-egy kérdésre egyáltalán választ próbálok adni, vagy próbálunk adni. Nagyon sokra egyébként nem egy kérdés, újabb kérdés bokrokat eredményez, ahogy fogják ezt mindjárt hallani. Talán még egy dolog, amit fontos elmondani erről a kutatásról, itt a Zoli az előbb azt mondta, hogy interdisziplinális képességekre van szükség. Így van. A kutatásunk lényege, hogy nem csak társadalomtörténetet próbálunk írni, művelni, kutatni, elsősorban Söpte Imrével és Strádler Henriettával, akik ebben az ügyben legszorosabb értelemben vett kollégáim, hanem a művészeti értékek is nagyon fontosak, remélhetőleg a művészettörténet csatlakozik hamarosan, és eddig is Bokhányi Péter képviseli az irodalmat, az irodalomtörténetet, ebben a kutatásban, illetve Mizsei Zoltán a zenei részét, de a műemlékes kollégákkal is szoros együttműködésben dolgozunk, ahogy ezt majd mondom, fogom emlegetni az egyes témáknál. Hogy miért éppen 11 rejtély, Kőszegen nem 11 rejtély van, hanem a 111 is kevés volna, de miután szűkös az idő, nyilván valamilyen módon el kellett döntenem. A 11-es szám egyébként onnan jön, hogy reményeink szerint el fog készülni még ebben az évben a 111 kőszegi rejtéről szóló könyv, amelyben ennél sokkal részletesebben meg tudunk mutatni titkokat, amelyek ehhez a városhoz tartoznak. Henni, kérlek, hogy akkor menjünk az elsőre, Festetics Imre. Hosszú idő után a múlt héten sikerült eljutnom egy Erasmus ösztöndíjjal az Egyesült Államokban. Egy nagyon kiváló egyetemen volt alkalmam tanítani, ilyenben még nem volt részem soha. A Duke Egyetemen tarthattam órát amerikai diákoknak, és beszélgethettem történészekkel. És megkérdeztem tőlük, hogy hát ugye nekik még nem volt nagyon messze a középiskola, és megkérdeztem tőlük, hogy amikor az öröklés tanról tanulnak biológia órán, akkor kinek a neve ugrik be? És szinte mindenki tudta, hogy Mendelt kell emlegetni. Márpedig, ha Kőszegen vagyunk, akkor meg kell ismernünk egy másik nevet és szemét, aki mögötte van, aki itt élt a Csernel 10-ben, Csernel utca 10-es számú palotában, évtizedeken át, ő pedig Festetics Imre, akit azért neveztem a genetika nagyapjának, mert miközben jöttem-mentem, Amerikában felcsíptem egy könyvet, amit egy indiai történész írt, most a New York Times bestsellerén szerepel, bestseller listáján, az a címe, hogy a gén egy bensőséges történet. Azért vettem meg ezt a könyvet, mert kíváncsi voltam arra, hogy Festetics Imre egyáltalán szerepel benne, meg amúgy is, hát most már, hogy Festetics Imrével én magam is bensőséges kapcsolatot kötöttem itt az elmúlt egy-két évben. Gondoltam, hogy hát hadd ismerjem meg, nem sokat tudok én a genoménról és a genetikáról. Gondoltam, hogy egy picit tanulok. És nagyon érdekes történetek vannak, kiderült számomra, hogy Pitagorász kezdett el először gondolkodni az öröklés tanról fogalma, én csak a Pitagorász tételt tudtam, szerintem az önök is nagyjából, de hogy ő neki köze volna bármilyen genetikai gondolathoz, arról eddig nem hallottam. Most ez kiderült. És az is természetesen, hogy Mendel valóban Brunóban kutatott, és az is igaz, hogy megbukott a növénytan vizsgáján először, és az is igaz, hogy 1865-ben publikálta, vagy 65-ben előadást tartott, 66-ban pedig publikálta a nevezetes tanulmányát, amiből megismertük a négy szabályt, a négy Mendel szabályt. Na de az már nincs benne ebben a könyvben, hogy Festetics Imre 1819-ben, jóval korábban, tehát majdnem 50 évvel Mendel előtt, szintén publikálta, szintén Brunóban,
illetve hát ott jelent meg, ott adták ki, a genetikával kapcsolatos észrevételeit. Tulajdonképpen három genetikai törvényt felfedezett. Itt Kőszegtől nem túlságosan messze, néhány kilométerre található birtokán, ahol juhtenyésztéssel foglalkozott. Mendel a borsókon tanulmányozta az öröklés törvényeit, Festeti Csimre pedig juhokon. Az volt az ő korában a fantasztikus felfedezés, amivel 80 évvel megelőzte a tulajdonképpen a 20. század elé ment, hát a 20. században kezdtek el genetikával foglalkozni, egész pontosan 1900-ban újra felfedezik Mendelt, na de Festeticset kellett volna újra felfedezni. Gyakorlatilag azt mondja ki, hogy nem a környezet az, ami meghatározza, hogy egy élőlény milyen tulajdonságokat fog hordozni, hanem az bizony belső öröklések útján jut el hozzá. Ezeknek a géneknek ugye a játéka lesz az, hogy mi milyenek vagyunk, mi emberek, és hát természetesen az juhai is ezt mutatták. Festeti Imre életének az az egyik nagy rejtélye, ugye, hogy hogy lehet az, hogy őt nem ismerték el, és tulajdonképpen csak most az elmúlt években jelent meg az első egy-két írás Szabó T. Attilának és másoknak köszönhetően, amiben a magyar tudósok egyáltalán felismerik az ő jelentőségét, az ő természettudományos jelentőségét. Úgy tűnik kollégáimmal, akik sokkal járatosabbak az ügyben, biológusok, abban a helyzetben vagyok, hogy tudtam beszélgetni, többek között Szatmár Jörssel, aki ebben az intézetben is ösztöndíjasként dolgozott, reményeink szerint még majd fog is, aki nemzetközi hírű biológus, evolucionista biológus, Szabó T. Attilával, aki szintén támogat ebben bennünket, illetve Dembőkkal, aki most is nekünk vagy velünk dolgozik. Úgy tűnik, hogy hát Mendel finoman szóval is kölcsönvette idősebb kollégája és felmenője, már ilyen értelemben tett szellemi és szakmai felmenője ötletét, és elfelejtette megemlíteni a nevezett tanulmányában azt, hogy Festeti Imrének is volt már ezzel kapcsolatban néhány gondolata. Ami nagyon fontos, Festet is használta a genetika kifejezést először. A világon erről nem tudnak semmit, holott nem ez az egy könyv szól a génekről, hanem hogyha bemegyünk egy angolszász könyvesboltba, akkor több száz könyvet lehet találni. Tehát egy abszolút, de hát tudjuk is, hogy most ez egy nagyon nagy terület. Én úgy gondolom, és alpolgármester itt ül, remélem, hogy támogatni fogja ebben az intézetet, hogy a városnak és az intézetnek is egyaránt nem csak érdeke volna, hanem küldetése, missziója, hogy miután a jövő év az Festeti Imre tanulmány publikációnak a 200 éves évfordulója, tehát ugye akkor lesz 200 éves ez az írás, hogy ennek kapcsán, hát az, hogy ő díszpolgár legyen, az mindenképpen egy fontos dolog lenne, de emellett, ami talán ennél is fontosabb, hogy a világban próbáljuk valamilyen módon megismertetni az ő jelentőségét, hogy ez ne csak itt hangozzon el, és ne csak egy szűk magyar tudományos közegben legyen ismert, hanem próbáljuk őt a méltó helyére, hogy úgy mondjam, elhelyezni, vagy a méltó helyet megtalálni a számára a tudománytörténetben. És még egy érdekes dolog feltetítsel kapcsolatban, hogy hát ugye miért nem lett ő híresebb? Az egyik kérdés nyilván, vagy az egyik dolog az, hogy hát ő maga, valószínűleg ő maga se tudta, hogy mi az, amit szólt. Nem tudta, hogy milyennek a jelentősége. És van egy másik dolog, ami ugye fölmerült kérdésként bennem, hogy Sötte Imre is felhívta erre a figyelmemet, de más történészekkel is beszélgetem, Széchenyi kutatóval arról, hogy hát kiderült, hogy Széchenyi járt Kőszegen, sőt, hát nem csak hogy járt Kőszegen, találkozott és levelezett is Festetics Imrével, abból az egyszerű jogból kifolyólag, hogy a nagybátyja volt Festetics. Ez szerintem megint csak egy olyan dolog, hogy viszonylag kevesen, a történész szakma természetesen tud erről, de viszonylag kevesen tudják. Hát gondoljuk meg, hogy van egy unokaöcs, aki mégiscsak ugye a reformkor első számú politikusa. És akkor van neki egy nagybátyja, jó persze volt egy másik nagybátyja, aki egy sokkal erőteljesebb egyéniség volt, és a két testvér, Imre és György, a Georgikon alapító György nem ápoltak különösen nem belsőséges kapcsolatot, volt köztük egy örökösödési vita, de aztán az első múlt. Szóval a lényeg az, hogy hát ez a Széchenyi, aki mégiscsak egy unokaöcs, hogy a lótenyésztésről ugye a könyvet ír, az egész ötletet Angliából importálja, és a saját nagybátyjáról pedig tulajdonképpen teljesen felszínes kapcsolatot ápol vele. Néhány levelet találtunk, illetve a naplójában röviden megemlítik Kőszegi látogatásait. Valószínűleg egész egyszerűen nem tudta, ő maga se tudta, hogy Festetics kicsoda, mire képes, és úgy éltek egymás mellett évtizedeken át, hogy
hogy nem tudtak egymásról, illetve pontosabban hát Széchenyen perceptuálta Festetice. Ami ennek az egész történetnek csak egy mellékszála, de mondjuk magyar reformkor szempontjából érdekes mellékszála. Úgyhogy az első rejtély úgy gondolom, hogy ezt a kérdést próbáltam a rejtély mögé tenni, hogy miért nem tanulnak a magyar iskolások Festetisről, és azt hiszem, hogy egész egyszer azért, mert elsinkófálták az örökségét, mert nem is tudta ő magasra, hogy mit talált föl, milyen borzasztóan jelentős, illetve hogy úgy gondolom, hogy itt az idő, hogy megpróbáljuk ezt a dolgot egy kicsit kijavítani és a helyére tenni. A következő rejtély, ehhez képest egy, hogy úgy mondjam, könnyedebb téma. Egyébként olyan rejtélyeket választottam, valamilyen módon szelektálni kellett. Az intézetünk terjeszkedik, bizonyos értelemben fizikailag. Új épületek kerültek az intézet használatába, azt így kell mondani. Tehát, hogy a kutatók fogják használni ezeket az épületeket. És részben a kutatók, részben a közönség, most ebben nem akarok belemenni, mert ez egy másik előadásnak lehetne a témája. Lényeg az, hogy a Cserna utca 10 is egy ilyen épület, amiben az intézet kutatói fognak dolgozni, és próbáltam olyan titkokat hozni, amik kötődnek a mi épületeinkhez, vagy azokhoz az épületekhez, amelyeket használunk, illetve majd a Cserna utca 14 lesz egy ilyen. Na most ez a sajnos rosszul látható, én is fölveszem a bookeremet, mert még én sem láttam ilyen közelről. Ez egy nagyon régi, nem véletlen látszik rosszul. A műfaja a dolognak, lehet elmondom, hogy mi ez. Hadd mondjam el, hogy itt hány embernek a munkásságáról van szó. Először is Menténi Klára, aki ugye a Cserna utca 10-nek a műemlékes szakértője, aki Berkhardt Lila kolléganőjével ezt felfedezte. A Mizsei Zoltán, aki az én figyelmemet erre, nem ő hívta föl, hanem a Dan Brook, aki lefotózta, és akkor a Dan írt nekem egy e-mailt, hogy én ezt tudom-e. Mondtam, hogy igen, de nem fogtam föl, hogy ez milyen jó. Remélem Zoltán megerősített, hogy ez egy milyen jó dolog, és majd mindjárt mondom, mit sikerül kiderítene. Fónagy Zoltán, aki hihetetlen profizmussal, Pók Attila kollégám megkérte, hogy segítsen, Fónagy ült a számítógépen, és 2 óra múlva jöttek az eredmények, hogy mit sikerült kideríteni. Tehát az én csak egy szervező voltam ebben. Günther Opitz, osztrák történész, akihez szintén kérdéssel fordultunk, méghozzá az én egyik PhD-s hallgatón fordult hozzá, aki pedig Béres Jákosnak hívna. Tehát legalább 5-6 embernek a munkája van abban benne, hogy tulajdonképpen megfejtettük, és akkor még Deáki Zitát nem is emlegettem, aki néprajzos, és már mindjárt elmondom, hogy őtől mit sikerült kiderítene. Tehát, most egy kicsit kell puskáznom, mert egy csomó adat van. Ez egy nyomat, ami a Csernel utca 10, tehát a Csernel festetés Csernel palotának a padlás főjárójára fölragasztva ott találták meg a kutatók, de nem a külső, tehát nem az ajtó külső részén, hanem a belső részén, ami feltehetőleg egy cselédfeljáró volt, ott bukkantak rá. És azt mondja Fonagy Zoltán, hogy ez a nyomat, ez Bécsből származik, úgy, ez egy sajátos műfajt képvisel, úgy hívják, hogy Wiener Lied, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos fajta, egy kifejezetten a népnek szóló, szórakoztató plakátnyomat. Zoltánnak sikerült azt is kideríteni, hogy ez feltehetőleg a 19. század középső harmadából származik, tehát az 1840-50-es évekből. Ez többek között látszik, hát elnézést, hogyha nem jól látszik, de ha valakit érdekel, majd a végén közelebb, nyugodtan közelebb lehet jönni. Ő azt mondja, hogy a Biedermeier, Zoltán megerősítheted, vagy éppen cápoltod, Biedermeier női viselet mutatja azt, hogy ennek mi a keletkezési ideje, illetve az, amit ábrázol. A középen látható gépezet ugyanis az egy gőzgép, gőzmalom, és ez tulajdonképpen egy ironikus, vicces kis nyomat. A bal oldalon bedobják a vénasszonyokat, és a jobb oldalon fiatalon kijönnek. Tehát kvázi ez egy fiatalító gép, amely ugye egyébként a versike eligazít, és majd mindjárt mondom, hogy milyen fantasztikus a nyomozás. Ugye ez milyen vonzó alternatíva, ez az ő fantáziáikat is megmozgatta. Hányan leszünk, vagyunk, akik szeretnének ilyen gépbe beesni és utána kiesni. El is mondja a versiket. Henny, kérlek, menj rá a versikére. Azt is sikerült felderíteni, hogy, mert ugye itt van a, bocsánat, még egy pillanatra menj vissza. Itt alul van egy kis vers.
bocsánat. Alul látták, hogy van pár sor, de nagyon rossz állapotban. Most az a hihetetlen dolog történt, ugye miután sikerült megmondani, hogy egy Bárt nevű kiadó fia és apja szintén Bécsben ilyen nyomatokat csináltak, még az Zoltán azt mondta, hogy pontosan milyen nyomatokat, ez a Günther Opitz pedig megmondta nekünk, ez az osztrák történész, hogy egy cseh évkönyvben maga a versike is megtalálható, a teljes szöveg, így aztán az Ákos pedig, a Béresi Ákos lefordította, úgyhogy kérlek, hogy most menjünk arra rá. A gőzerő csodája, mindazoknak, akik jól fizetnek, de öregek és csúfak, esküszünk, hogy tetszés szerint gyermek ilyen szépé válnak, csodálatos gépezet ez, megfiatalítja az öregeket, gyertek hát érdemes matrónák, ragadjátok meg az alkalmat, arcotok újra ifjú lesz, élvezzétek az életet, mert vélen és csúfan, mint most, senkinek nem telik öröme bennetek. Férfiak, hozzátok a vénségeket, akik tudják is, hogy mi csúfak, és ifjan adjuk vissza nektek, és kedvetek telik bennük újra. És ha a tükörben ifjú arcot látnak, jók lesznek, s többet nem morognak. Hát úgy gondolom, hogy elég pontosan összefoglalja a lényeget. Tehát, hogyha ugye ennek a kutatásnak, és az internet igazgató Mr. Szerenc mindig ezt kéri, hogy a mikroszinten, tehát amikor egy történetet nagyjából összerakunk darabokból, akkor próbáljuk a mikroszintet egy makroszintre emelni, értelmezni, kontextusba helyezni, mert egy abszolút jogos tudományos igény. És hát mondjuk ennek a történetnek a magyarázata, hogy miközben egy palotában zajlik a nemesek élete, ugye a Festetis család, korábban a Szvetichek, illetve nem, Szvetichek itt nem? Kelc, igen, köszönöm szépen. Kelc, igen, itt van a mindenek tudója Imre, aki ugye a levéltárban hát tárja fel ezeket a fantasztikus történeteket. Tehát a Kelc József, később pedig Festetichek, Csernelek. Szóval a lényeg az, hogy a nemesek élete mellett, hétköznapjai mellett, sorsa mellett, hát van egy másik történet, egyébként Trader Henrietta éppen ez ebből írja a szakdolgozatát, aki az én diákom az egyetemen. Ugye nem kőszegi, egyelőre nem a kőszegi esetekre összpontos, de még az is lehetséges. Szóval a cselédség, a házvezetők és a háttér tulajdonképpen a személyzetnek a sorsa, valószínűleg hozzájuk kötődik. És ezzel magyarázható, hogy ez azért inkább egy ilyen eldugott helyen van, de nagyon örülünk, hogy megvan. Na most itt még egy dolgot, ha említsek meg, Mentényi Klára szakvéleménye alapján tudjuk azt, hogy egyébként nagyon jó, hogy éppen egy ótestamentumi idézetet hoztál, mert egy ótestamentumi jelenetet megörökítő falfestés, fantasztikus mennyezet freskó találta Kláraék a Csernel utca 10-ben, amit reményeink szerint néhány hónap múlva majd mindenki láthat. Ami ehhez képest művészeti szempontból természetesen egy sokkal értékesebb és fontosabb lelet. Ez inkább egy kis vicces epizód, de úgy gondoltam, hogy miután azt a másikat Klára megírta és elmagyarázza, hogy mi, azt majd egy adott esetben nyilván ő fogja megmutatni. Köszönöm. Szőlő, de úgy van, hogy így van, hogy egy ótestamentumi jelenet, ahol éppen Kánaán földjéről a fantasztikus szőlőtermést hozzák, de természetesen rokokó 18. századi ruhában, és az egész, ugye az egyik, hát erről Lőrinc Zoltán tudna beszélni, hogy az egyik fantasztikus kőszegi mennyezet festésnek, vagy hát falfestésnek az egyik szép példája. Talán Csernel István története ismertebb, azt, hogy gondolom, hogy többen tudják, hogy itt miről lesz szó, de miután ugye ő is a házban élt, és egy nagyon fontos figura, egy nagyon fontos természettudós, úgy gondoltam, hogy mindenképpen érdemes róla megemlékezni. Annyit az életéről, hogy 1865-ben született, 1922-ben halt meg, hogy ő egy olyan nemes családnak ugye a sarja, hogy egyfelől a Csernelházi Csernelek, az ő édesapja, a Csernelházi Csernel Kálmán, illetve a Festetis család házasságának, hát házasságából született, tehát egy Festetis lány házasságával, Festetis Mária született 1865-ben, és itt tulajdonképpen ugye apa és fia karrierje is érdekes volna, az édesapáról most kevesebbet mondanék, igazából csak annyit, hogy Csernel Kálmán volt tulajdonképpen, ahogy ezt gondolom, közismert a városnak a történésze, ő írta meg először átfogóan kőszeg történetét, habár a mai kritikai történetírás már több tévedést is leleplezett, többek között Söttey Imre az, aki hát talált néhány tévedést, de ezzel együtt is nem kérdés, hogy az ő pályája egy nagyon fontos értelmiségi pálya volt, a város összességében nagyon is büszke lehet Csernel Kálmára,
És talán még annyit érdemes hozzátenni, hogy Csernel István naplója már megjelent, méghozzá kritikai kiadásban nagyon Faragó Sándor hát szerkesztésének köszönhetően nagyon komoly kapcsolati háló feltárást is végzett, és egy hasonló vállalkozáson kezdtünk el dolgozni Imrével és Henriettával, a Pannonhalmi Levéltárban található Csernel Kálmánnak a visszaemlékezésével a naplója, illetve a Csernel családnak levelezései. És hát nem régen voltunk, néhány hónapja, két hónapja voltunk, és megcsináltuk az első felvételeket, és a Csernel leszármazott engedélyével elkezdtünk azon dolgozni, hogy ebből legyen egy publikáció, egy publikált napló, ami remélhetőleg megint csak a város számára egy hasznos kontribúció. Ezen kutatás során bukkantam rá, Imre végezte a munka oroszlán részét, meg szerintem Henny sokkal többet fotózott, én a kis telefonommal lassabb voltam és fáradtabb is voltam, azt hiszem aznap. A lényeg az, hogy szerencsés módon az én kezembe került ez a levél, ahol Csernel István, ugye, aki természettudós volt, elsősorban ornitológus, az ő érdemeit méltatja Hermann Otto, méghozzá Csernel Kálmánt szólította meg ebben a levélben, és gratulált a fiához, nagyon megható sorokban, és nagyon szép levél ez, hihetetlen megszólítással és borzasztó eleganciával, hogy hát egy milyen fantasztikus fia van. Való igaz, hogy Csernel István 12 éves korától fogva madaraknak szentelte az életét, és egy olyan szerencsés élete volt, az ő édesapjának házassága igazából maga tartós volt és stabil, de azt hiszem, hogy nem volt teljesen boldog, mert azt hiszem, hogy nem azt a nőt vette el végül is, akiben nagyon szerelmes volt, de hát ilyen van, ettől még a házasság stabilan működött, viszont ebben az esetben, a Csernel István esetében ott egy boldog házasságról beszélhetünk. Olyannyira, hogy amikor Csernel István 1922-ben szerencsétlen módon tüdőgyulladásban, spanyolnátha kapott, és utána a tüdőgyulladásban nagyon fiatalon, és akkor már nagyon boldogtalanul meghal, akkor a felesége átveszi ezt a bizonyos naplót, és továbbírja a haláláig. Nem mondom, hogy minden sora halálosan izgalmas, mert ő is akkor már elég depressziós volt. Ennek az volt az oka, hogy egy nagyon sikeres élet végén kiderült, hogy 1916-ban ugye az első világháború mindenkinek a sorsát megszabdalta, eltűnt a Fülka fronton Miklós, és ettől kezdve ugye nem volt soha többet olyan az életük, mint előtte. A lényeg az, hogy a boldog békeidőkben az apának is, meg a fiának is tulajdonképpen ugye a magyarországi aranykorhoz, a monarchiához kötődik a karrierje. Csernel István 1891-ben Norvégiába megy tanulmányútra, vitte magával a feleségét. A felesége mindenben hűtársa volt, együtt dolgoztak, együtt működtek. És itt ismerkedett meg a síeléssel Csernel István, és megírta 1893-ban az első, vagy 96-ban jelent meg, bocsánat, 96-ban jelent meg, de 93-ban hozta haza az ötletet. Ugye ő úgy hívta, hogy a lábszánkózás kézikönyve, ami egy nagyon vicces megnevezés, és az, hogy mennyire használta, tehát ő tanította, ő magyarázta el, hogy ez mi, megcsinálta az első alkalmatosságot, a felesége volt az első tanítványa, és az, hogy ezt mennyire gyakran használták, ez egy későbbi bejegyzés, 1916 tele úgy tűnik, hogy igen hideg volt. Január, azt mondja, hogy 4-én, téli nap, a hideg nem kellemetlen, mert széncsendes, irogatás, olvasás, délután lábszánkón a zóház alá. Néhány nappal később egy másik bejegyzés, hogy délután lábszánkon a 7 forrás felé kirándultam. És hogyha itt az ember tovább nézi, számtalan, a téli hónapokban számtalan bejegyzés, amikor ő valóban siel. Volt hó, akkor még volt hó, méghozzá nem is kevés hó, és ezért Kőszegen építették meg az első profi magyar sípályát. Tehát a Dobogókői az majd a Trianon utáni Magyarországnak lesz az első síhelye, ahol én magam is néhányszor végig mentem. Most már nem lehet, egyébként nem működik a felvonó, tehát Magyarországon a síkultúra szinte eltűnt, minimális módon van jelen, de akkor 1890-es években, amikor ezt a Csernel István behozta, akkor nagyon is művelték a dolgot, és akkor nagyon népszerű volt. Én úgy tudom, hogy a Szombathelyi Múzeumban őriznek is egy sílécet, állítólag Csernel Istvánnak volt a lábszánkója. Ezt biztosan nem tudjuk, vagy legalábbis én nem tudom, mert nem jártam utána, de minden esetre úgy tűnik, hogy van róla vizuális emlék. Találtunk egy filmet az interneten, ami mikori a síelés? 1920, hát az egy kicsit később időszak, de a mostani sílesikálláshoz képest azért el lehetne gondolni, hogy ez
milyen volt. Sajnos nem tudjuk megmutatni valami technika. A technika ördöge az. Igen. Úgyhogy, hát Csernán Istvánról lehet tulajdonképpen... Jöhet egy kis zene, persze. Mert hát tél az rendben van, de a tavasz az sokkal jobban élik a Csernán Istvánnak. Az egyik citerára írt kis darabja. Hát ő tényleg ilyen szempontból is polihisztorok, vagy reneszánsz ember, ha úgy tetszik. Az ő naplóiban, és nem csak azért, a család naplóiban rengeteg följegyzés van, hogy milyen hangversenyen voltak, vagy milyen zenéjüket fogadtak be a saját házukba. És ennek ugye a legaktívabb része, hogy a Csernel rengeteg, az István rengeteg dalt írt citerára. Most ez nem az a magyar citera, hanem ez a bécsi citera, amelyen konkrét, mint egy zongorán vagy gitáron konkrét dallam kíséreteket lehet játszani a melódia mellé, sőt, mint talán énekelni is lehet hozzá. Legtöbb dala, mint dal jelenik meg, noha citerára van írva, ezek hát a kornak megfelelő, könnyed bécsi táncok. Egy fölvételt sikerült készítenünk Bécsben itteni Uwe Scher bécsi kolléganőjével, aki ezen a bécsi citerán játszik. Ennek a kis Csernel darabnak a címekben most gyorsan belehallgatunk, Gold Händchen. Szó szerint nem fordítom, utána jártunk, azt hiszem ez a sárga fejű királyka, madárka, tiszteletére komponált kis. Igazából ez egy tánc, egy lendel, Gold Händchen című. Köszönöm szépen. Menjünk tovább, Henik, kérem szépen. Hadd kapjam vissza a fényt. Köszönöm. A következő történet szintén egy apa-fia, tulajdonképpen egy apa-fia karrier történet. Itt a Reményi család, egy fantasztikusan gazdag, időnként 8 testvér, és nagyon érdekes karrierek. Reményi Antal az édesapa, aki hát rengeteg ügyben érdekelt, talán a legérdekesebb része az életének, hogy Klapkával, tehát a szabadságharcban részt vesz, Klapkával együtt menekül, és 12 évig emigrációban él, tehát az ő karrierét megtöri ugye ez a magyarországi dráma, de amnestiával visszaköltözik, az egyik, még családalapítás az Amerikában történik, Chicagóban születik meg az első fia, aztán a mi Reményi, bizonyos Reményi Ferenc, haditengerész, ő már Magyarországon, és ugye itt folytatja Antal az életét, és hát Reményi Ferenc pedig, pont Imrével beszéltük délután, hogy ő aztán igazán a monarchia szülötte és kedvezményezettje, Driesben végzi az akadémiát, és utána haditengerész lesz. Igazából a kérdésre a válasz, hogy hogy került ő Új-Kaledóniára, és hogy sikerült neki állítólag, nem személyesen csak neki, de a barátaival és a kollégával 18 ezer állatot lemészárolni egy év alatt. Ami akkoriban ugye a vadászat az azt jelentette, hogy sok állatot pusztítunk, ahogy Imre felhívta a figyelmemet, nem csak ők, általában ez volt a Kittenbergen, és tudjuk, hogy borzasztó vérengzést végzett. Hát én gondolom, hogy és ezeket hazahozták, Bécsbe kiállítást csináltak, miről van szó, ugyanúgy, mint ahogy Csernelnek Norvégiából volt alkalma elutazni, hát a Reményi Ferenc szerencsésebb volt, ő Ferenc Ferdinánd trónörökössel világkörül útra ment. A világkörül út valójában ugye a monarchiának egy PR körútja volt, ahol a Ferenc József ugye azért küldt el Ferenc Ferdinándot, hogy kvázi megmutassák a világban azt, hogy hát itt van egy reményteli utód, aki majd ugye át fogja itt venni a vezényletet, és igazából minden helyszínen nagy érdeklődés övezte ezt a Ferdinándot.
mint trónörököst, és Reményi Ferenc pedig szorgosan jegyzetelt a Vasárnap újság számára, 18 publikációt közölt, tehát az egész ország tudta az összes részletet. Valóban úgymond körbe mentek a földön, nagyon tudományosak ezek a szövegek, amiket átnéztünk, abban az értelemben, hogy próbált korrektül írni és reagálni a tapasztaltakra. Valahogat szerintem ki is írtam, de most nem, már nem lesz arra idő, mert azért látom, hogy halad az idő. Nem fog idézni tőle. A lényeg az, hogy például Sydneyről egy egészen korrekt város leírást ad, és azt mondja, hogy ez az Ausztrália már egy börtönszigetből kezd egy egészen kultúrált helyé válni. És tulajdonképpen ahol megfordulnak, ott próbálta megismerni a helyi szokásokat, tehát kvázi egy picit ilyen antropológiai érzékenység. Ahhoz képest, hogy haditengerész volt, művelt volt, széles látókörű, és nem mintha haditengerészek nem lehetnének, csak hogy nem antropológus, hát nem a Durkheim tanítványa volt, csak arra gondolok, hogy ő nem tanult antropológiát és szociológiát, de ehhez képest elég korrekt módon írta le a dolgokat, és amikor visszajöttek, akkor a lemészárolt állatokból csináltak egy sót Bécsben. Ez is jellemző, ugye ez a Bécs-Budapesti együttélés a monarchiában, a két főváros igazából nagyon sok ponton szinte egyszerre mozdul, és szinte mindegy is, hogy mi történik Bécsben és mi történik Budapesten. Na most Kőszeghez mi köze van a dolognak? Mert ugye azért ezt még meg kéne válaszolni ezt a kérdést. Az volt a közül, hogy Reményi Ferenc itt telepszik le az élete utolsó 20 évében, sőt talán több is, talán 21, 1940-ben hal meg, és 18-19 után itt a sarki házat, ami szintén az intézethez került, a művészetek palotája, egykori szemzőház, megveszi a tulajdonostól, aki áttelepül Szombathelyre, ő megveszi ezt az épületet, és ettől kezdve itt szenteli magát közéletnek, mint Imrétől ezt szintén megtudtam, illetve publikációknak, írásnak, és ebben tölti az életét. Tehát visszatérve a makroszintre, azt lehet látni, hogy itt igazából egy nagyon szép párhuzamos karrier történet van, amit nem tudott megtörni a szabadságharc, már itt az apa-fia viszonyban, hanem csak egy picit megakasztott ezt a karrier, de utána visszatért ez a család a korábbi. És egyébként Reményi Ede, azt nem említettem, aki Reményi Ferenc nagybátyja, tehát a papának a testvére, mondom, Antal egy nagyon ismert, hát bíró is volt, de azon kívül publikáció miatt is ismert, természettudósként is jegyzik, illetve Reményi Ede pedig világhírű hegedűművész, ha jól mondom. És Ferenc meg rendkívül jól zongorázott. Az ő házában szintén rendszeresen házi muzsikálás folyt, és majd fog is talán esetleg a jövő. És az Ede díszpolgár most súgnak nekem, köszönöm szépen, a súgógép beindult, igen, Ede pedig díszpolgár. Amint egyébként köszönöm. A következő hősünk is, csak azért, hogy ne csak férfiak szerepeljenek, itt van egy nagyon fontos szereplő, akiről Szombathelyen több szó esik talán, mint Kőszegen, holott nagyon fontos tudni azt, hogy Kőszeghez kötődik, és Kőszegnek kell büszkének lenni erre az íróra. Azért nevezem analfabétának, mert ő maga, saját magát nevezte analfabétának. Őt kivételesen én kutattam föl itt az elmúlt hónapokban, próbáltam felkutatni, és írtam róla egy tanulmányt, ami éppen, ha jól tudom, megjelenés alatt van, felkértek arra. A tanulmány kötet címe Közép-európai sorsok, életutak. És én magam ajánlottam föl ennek a tanulmány kötetnek részeként Kristóf Ágota életét. És az volt az első feltűnő dolog, hogy a szerkesztőse, de a többi kollégám is, akikkel beszélgettem, nem hallottak Kristóf Ágotáról soha. Olyanok sem, akik frankofón irodalommal járatosak, és francia jól tudnak és olvasnak. És akkor úgy, többen innen jön az első kérdés, a tanulmányomban idézek egy francia újságírót, aki azt mondta 2014-ben egy szövegében, hogy Kristóf Ágota ismertsége Magyarországon tétova. És ez egy nagyon finom megfogalmazás volt, borzasztóan ismeretlen. És tulajdonképpen ugye felmerül a kérdés, hogy miért? Hiszen egy, hát itt Kossuth díjat kapott, és hadd ne soroljam föl, hogy hány díjat kapott ő meg a Kossuth díj előtt, a Kossuth díjat halál előtt néhány hónappal kapta, de rengeteg külföldi elismerésben volt része. Több százezer példányszámban fogynak a könyvei Japánban, Ázsiában, több mint 40 nyelvre lefolytották a nagy füzetet, azt a művét, amivel befutott. Nagyon érdekesen alakult az élete, de a kőszegi évek voltak a legmeghatározóbbak. Ezt onnan lehet tudni, hogyha az ember elolvassa azt a könyvét, a nagy füzetet, ami a legismertebb munkája, amit 51 éves korában publikált 1986-ban, akkor pontosan érzékeli, és egyébként interjúban hivatkozik is arra, hogy
hogy a kőszegi emlékeit írta meg, a gyerekkori emlékeit írta meg ebben a művel, akkor pontosan tudjuk azt, hogy kőszeg milyen fontos szerepet játszott, és hát látható, hogy itt kérte, hogy eltemessék, tehát a hambait nem itt halt meg, Neuchâtelben halt meg, ahol több mint 50 évig élt, viszont itt temették el. A közép-európai sorsról ő Csíkvándon született 1935-ben, az apja evangélikus tanító, egyébként az édesanyjának is volt tanítónői oklevele, de hát három gyerek mellett nem gyakorolta a hivatását, és állóta 9 éves volt, amikor ebből a pici faluból kőszegre költöztek, egy szép, a korábbihoz képest sokkal szebb környezetbe és jobb környezetbe, de tragikus módon ugye a háború akkor már ugye hát a vége felé járt, tehát 1944-ben vagyunk, de ha lehetett tapasztalni a háborús nehézségeket, akkor kőszegen azokat megtapasztalta állóta. Megnéztem a korabeli sajtót, illetve a Székely László apát plébánosnak ugye nemrégiben megjelent a naplója, ami elég jó támpontot ad ahhoz, hogy én próbáltam azt rekonstruálni, hogy milyen lehetett az a hangulat. A sajtó, a korabeli sajtó nyilván politikailag elfogult, de arra alkalmas, hogy érzékeljük belőle a légitámadásokat, a borzasztó embertömeget, ami ugye rázúdul a várossal 44-ben, ugye a nyilas kormány több épület, illetve több funkciója kőszegre kerül, a szállási bunker ugye nem messze van. Aztán jönnek a német katonák ugye a német megszállás után, illetve utána jön az orosz megszállás, és a rettenetes félelem, illetve hát az a borzalmas, a bombázásokat nagyrészt megúszta a város, jobban megúszta, mint más városok, viszont az orosz katonák felbukkanását azt ugyanúgy megszövették az itteni emberek, nem beszélve utána arról, hogy a kommunista hatalom átvétel ugyanolyan brutálisan érintette a kőszegélyeket, mint másokat. Tehát igazából Ágota ezt tapasztalta meg, ő 44 és 48 között volt itt. Na most, hát az ő életében, több forduló volt, ami miatt az ő sorsa tulajdonképpen nagyon érdekesen alakult. Az egyik, hogy beleszeretett, tehát 48-ig ugye kőszegen volt, és utána internátusba kerül Szombathelyre, beleszeret a történelem tanárába, és 56-ban emigrálnak, ugye több százezer magyarral együtt, egy 4 hónapos gyermeket visz a karján, és nagyon rövid idő alatt Svájcba települ le, ahol viszont ő neki gyerekkorától írói fantáziai voltak és ambíció, ehhez képest gyári munkás volt egy óragyárba, és később meg fogászati asszisztens. Szerencsétlen alakult a házassága, elvált, majd a második férjétől is elvált, és tulajdonképpen egy elég magányos élete volt. Ha olvasták a nagy füzetet, akkor tudják, hogy ha valóban, noha az egy regény, tehát nem lehet önéletrajzként olvasni, értelmezően. De ha ő azt mondja, hogy a gyerekkori élményei jönnek ott elő, akkor ez egy nagyon sötét kép, nagyon sötét emlékeket kellett, hogy ő hordozzon. Természetesen szóba menne a zsidók deportálásáról, szóba menne az orosz katonák erőszakoskodásáról, nőkkel való erőszakoskodásáról. Ezek előjönnek, mint úgymond a nagy történelemnek a borzalmas mozzanatai, és van egy személyes tragédia, de én úgy gondolom, hogy itt nem kell ezt nagyon túl beszélni, hogy mi volt ez a személyes tragédia, talán ismert az önök számára. Röviden az derül ki, én kaptam levéltári segítséget, levéltárosoktól segítséget, láttam a levéltári dokumentumokat, de nem akarom ezeket megmutatni, és a publikációban sem szerepelnek, mert személyiségi jogokat sértenének, és tulajdonképpen a korabeli sajtóból is lehet rekonstruálni nagyjából a történéseket. Az ő édesapja Kálmán, akit egyébként tanárként, tanítóként megbecsültek, publikált is néhány cikket arról, hogy hogyan kéne a tanítás színvonalán emelni, vagy hogy lehetne ezt javítani. Szóval a lényeg az, hogy ő pedofil volt, és itt kirobbant egy botrány, ahol több, mint egy tucat gyerek tett feljelentést ellene, volt egy bírósági tárgyalás éppen, akkoriban a járásbíróság a Csernel utca 10-ben székelt, tehát itt jó eséllyel itt volt az ő nyilvános tárgyalása. Minden esetre úgy tűnik, hogy hát Ágota testvére magyar nemzetes újságíró volt, és ő maga is azt mondta, hogy ez nem egy politikai bűnper volt, tehát nem egy kirakat per volt, hanem itt valóban jogos volt a vád. El is ítélték 5 évre az édesapát, és hát akármi is történt egész pontosan, az biztos, hogy egy gyerek számára ez egy borzalmas élmény volt. Nem beszél róla Ágota soha, én végigolvastam a visszaemlékezését, az Analfabéta című önéletrajzi írását.
tulajdonképpen se interjúban, se másút, annyit mond az apjáról, hogy egy nehéz eset volt, és amikor a fronton voltak, mindenki megkönnyebbült, de nem beszél arról, hogy köztük tulajdonképpen mi történt, illetve hogy a családot miért, tehát csak arról, hogy hát szétesett a család. Se Attila, az öccse sem pedig ő és a harmadik testvér sem. Tehát igazából ez egy borzasztó, nyomasztó teher lehetett a családon. Az édesapa egyébként később kiszabadult a börtönből, és zalaegerszegre költöztek a feleségével együtt, és ott éltek tovább. Ágota nem tudta ezt összeg feldolgozni, viszont a műveiben, vagy hát a művében ennek az egész nyomasztó légköre azt hiszem, hogy megjelenik. Illetve még egy nagyon fontos dolog az ő sorsában, és azt hiszem, hogy kőszegélyeknek ez, és szintén a Kultúrás Örökségnek egy olyan fantasztikus része, amiről tudnunk kell, az pedig a nyelv. Ugye őt nem szeretik egyesek azért, mert ő nem magyarul írt, hanem franciául írt, de ezt a nyelvet ő építette föl. Ő azt is mondja, hogy hát ugye ő találkozott az anyanyelve mellett az idegen nyelvekkel. Ugye először találkozott a némettel, amit ellenséges nyelvként ért, meg aztán az oroszsal, majd a franciával, és mind a három elszívta tőle az anyanyelvét. Ő magyarul nem tudott íróvá válni, publikált egyébként az irodalmi újságban, meg itt ott, amikor kikerült Svájcba, de hát ezek nem kaptak nagy visszhangot, hiszen hát kiolvasott magyarul Svájcban senki. Viszont ő arra jött rá, hogyha író akar lenni, akkor neki hát semmi más nem kell csinálni, és hadd idézek tőle, természetesen mindenek előtt is írni kell, azután pedig folytatni kell az írást, akkor is, ha ez senkit nem érdekel, akkor is, ha úgy érezzük, hogy ez soha senkit nem fog érdekelni, akkor is, ha a fiókokban felhamozódnak a kéziratok, és a újabbakat írva megfeledkezünk róluk. Svájcba érkező a reményem, hogy valahogy is íróval válhatok, körülbelül egyenlő volt a nullával. És hát gondolják meg, hogy 30 évig ez az ember, 30 évig, tulajdonképpen szinte a fióknak írt, nem teljesen igaz ez, mert mondom, megjelentek, és aztán az első versek után megjelentek színdarabja, amiket ott helyi kálizóban előadtak, de hát ez a sikerhez képest, hát hol vagyunk? Petőfi 22 éves korában reszketve felolvasó Vörös Martinak a János Vitézt azzal, hogyha most a Vörös Martin azt mondja, hogy ez nem jó, akkor ő súgba vágja az egész költészetet. Nem biztos, hogy ezt tette volna, de ott reszketett. Most ehhez képest gondolják meg, hogy aztán persze Vörös Martin megdicsérte, kiadták, és mint tudjuk, legalábbis a következő 4-5 év az happy volt az életében. Na de Kristóf Ágota nem 1-2 évig küzdött, hanem 30 évig, és egy másik nyelven, amit a fia nyelvtan könyvéből szinte onnan sajátított el, mert az óragyárban nem tudta gyakorolni a franciát. Tehát itt egy olyan teljesítménnyel, emberi, egyébként női és írói teljesítménnyel állunk szembe, aminek úgy gondolom, hogy tudatosodnia kell. Kőszegen, és egyébként nem csak Kőszegen, mert a magyar irodalom, illetve a magyar közönség sem ismerte még föl, hogy tulajdonképpen kiről beszélünk. Köszönöm szépen. Egy apró kis színes mozzanat, Bokányi Péternek köszönhetjük az információt, rábukkant Tatai Sándor grafológus, tekintettel a nagy érdeklődésre kőszegi tartózkodását egy hónappal meghosszabbítja, lakása változik egy héttel, bocsánat, a Csernel utca 14. Kérem szépen, ugye Tatai Sándort, ha ismerik, akkor talán a Kinizsi Pál című regényből lehet ismerni, ifjúsági író volt, és hát tulajdonképpen az a számunkra izgalmas mozzanat, hogy amit a Lődörgések Kora című önéletrajzi regényében megír, hogy ő a Csernel utca 14-ben egy grafológus műhelyt üzemelt be, leírja, hogy a rendőrökkel milyen könnyen elfogadhatta ezt a sztorit, adott egy kis illetelemzést, és rögtön bejegyezték őt. A háttere az a történetnek, ma már nem fogható föl észre, írja saját magáról. Honnét tettem a bátorságot, körülbelül 23 éves koromban, hogy grafológus irodát nyissak Kőszegen. Igaz, nem volt miből éljek. Apám akkor már hónapok óta betegeskedett. Elég volt a szívének, hogy tanulmányaimat abba hagytam. Szégyenletes lett volna hazatérni teljes csőddel. Hiába törtem a fejem, és próbáltam felelni valami tisztes kenyérkeresetet, erre az égvilágon semmi lehetőség nem volt. Az üzemek kapujában reménytelen várakoztam a munkanélküliek, 30-es évek elején vagyunk, de mindezeket számításba véve is bolondos ötlet volt a grafológia, melynek a tudományosságában egyáltalán nem hittem. Azzal a meggyőződésem fogtam hozzá, hogy amit csinálok, közönséges csalás.
Azért ez tiszteletre méltó őszintesség, több évtizeddel visszatekintve az életére. Most védekezhetnék, hogy eljövendő írói pályámhoz iskolának szántam lélektani kísérletezésnek, ám ez hazugság volna. Egy bizonyos vonzott a kalandosság, és hogy élek is belőle. Emlékszem, egyik órára a másikra határoztam, és akkor fogva elkezdtem növeszteni a bajuszomat, hogy valamivel idősebbek lássanak. Félkét bajuszsal néhány év múlva elutaztam Kőszegre. Na most ezek után kiderült, hogy egy barátjával, illetve néhány barátjával kitalálták, hogy a rendőrhatóságnál kérnek engedélyt, illetve az egyik barátja, amikor meghallotta az ötletet, akkor azt mondta, hogy ebugatta, és ebből jött az ötlet, hogy legyen az a neve az irodának, hogy Abugatta. És hát így módon beindult az üzem, és ha egyszer egy biznisz beindul, nem tudta abba hagyni. Egész egyszerűen az volt a trükkje, hogy kifogadta a cselédlányokat, hogy hogy is van otthon, és utána jöttek az urinők, és fantasztikus élekelemzést adott. Mindenki el volt ájulva és ámulva, olyan sikeres volt, hogy Szombathelyről is jöttek a kuncsaktok, úgyhogy egy év után végül is aztán feladta ezt a kőszegi dolgot. Hát mondom, ott a Csernel 14-ben még nem tudtuk beazonosítani a szobát, de igazából leírja, azt is leírja, hogy milyen légyotokra sikerült szert tennie, romantikus kalandokba bocsátkoznia, és hogy milyen szépen az először koszos és sötét szoba, ahogy itt a kalandok száma növekedett, milyen szépen kivilágosodott, kifestették ott a hölgyek, stb. Tehát a végére egészen kényelmes körülmények között töltötte ezt az időt, ami ugye őt Kőszegre hozta, vagy amit Kőszeg. És egyébként később is nagy szeretettel emlékszik meg Kőszegről, mint arról a helyről, ahol kellemes időket töltött. Na most két rejtély maradt még, és utána befejezem. Talán az egyik legszertágazóbb történet, az szintén a Csernel utca 14-hez köt minket. Itt azt a kérdést fogalmaztam, több kérdés van. Mit keresett Churchill ügynöke 1942-ben Kőszeget? Ugye ez azért nem egy magától értetődő dolog. Aztán az ő férje volt, mert ez egy hölgy ráadásul, az ő férje volt Miske Gerstenberger Jenő. Fölmöl a kérdés, hogy hogy halt meg, ezt Imre tárta föl ezt a részletet, majd mindjárt elmondom, illetve, hogy elásták-e a családi ezüstöt a Csernel palota kertjében. Egy picit krimiszerű ez a történet, nem véletlenül. A Csernel palotának a tulajdonosa az 1920-as években Miske József, az ő fogadott fia, ő 30-ban meghalt, tehát amikor itt ez a történet zajlik, ő már nem él, de neki volt egy fogadott fia, akinek a szülei elváltak. Ez a bizonyos Jenő, így lett az ő neve Miske Gerstenberger Jenő, aki hát nagy karriert futott be egyébként, diplomáciai karriert, kezdte a Vas megyei közigazgatásba, és a 30-as években a legkülönbözőbb helyszíneken teljesített szolgálatot, többek között Bécsben, Varsóban, Triestben, Münchenben és Isztambulban is. Na most ez a rejtélyes történet, aminek itt próbáltam egyes elemeit felvillantani, ez a rejtélyes történet Isztambulhoz kötődik, ugyanis itt a feleségével tartózkodott, akit Bécsben vett feleségül 1934-ben, tehát 8 éve voltak ekkor házasok, akkor állítólagosan az ő tudomása nélkül az asszony arra vetemezett, hogy holmi titkos leveleket eljutasson Budapestre. Nem kevésbé fontos, most megint kell egy kicsit puskáznom, bocsánat, csak itt annyi név van, hogy nem akarok rosszat mondani. Először is el kellett jutatni levelet Szakacsis Árpádhoz, aki nem csak illegális kommunista volt, de a Népszava főszerkesztője is volt egyben. Kertész Róbert, ez aki 8 órai újságnak volt a szerkesztője, illetve Barankói Csistához, aki már az esti kis újságnak. Ugyanis az angol titkosszolgálatnak 1942-ben az volt a terve, hogy Magyarországot, ugye az angol barát, ekkor már Kállai miniszterelnök, az angol barát irányba mozdítsa el, és megpróbálja meggyőzni a funkcióban lévő sajtó munkatársakat, hogy érdemes volna egy mozgalmat elindítani, ami tulajdonképpen Horthy megbuktatását tűzte ki célul, és ez a levél erre szólítja föl és erre buzdítja ezeket a magyar újságírókat. Egyébként onnan lehet ismerni a történetet, ha valakit ez érdekel, mert hiszen Kőszeghez abszolút kötődik, onnan lehet ismerni, hát először is Imre feltárt rengeteg a hölgyhöz kapcsolódó dokumentumot, ami ide köti, illetve az ő férjéhez kapcsolódott. De most legutóbb, éppen ma reggel rákattintottam újra kíváncsiságba, hogy mit lehet tudni erről a rejtélyes angol nőről, akinek mindjárt mondom a nevét,
És találtunk egy szöveget, ami mi az újságnak a címe, egy internetes újság, mint kiderült az én, a mi doktorandusunk csinálja, de a lényeg az, hogy egy hölgy, bizonyos Hajbásné Dobos Dóra tett föl egy nagyon jó elemzést, nagyon sok forrásra hivatkozik, ő a Károli Egyetemen doktorandus hallgató, és hát ő tárta azt föl, hogy tulajdonképpen mit is kell itt tudni erről a történetről. Azt kell tudni, hogy ez a feleség, akit úgy hívtak, hogy Mary Allison, ő hát ezt a bizonyos három levelet mikrofilmen hozta el Isztambulból, be volt ez varva egy táska készítő által egy női táskának a belső részébe, Imre úgy tudta, hogy puffba, de itt most úgy szerepel, tehát van némi sok-sok ellentmondás van ebben a történetben, de lényeg az, hogy elhozta, és felhívta ezeket udvarokat randevúra, hívta ezt a három újságot. Akik gyanakodtak. A Szakacs is gyanakodt a legjobban, mert érett, úgy gondolta, hogy őt lépre akarják csalni, két Liannával és más szociáldemokratákkal összeültek, hogy mi legyen a teendő. És azt mondják, hogy egyelőre semmi, nézzük meg, mit akar a nő. Ugyanígy cselekedtek egyébként a többiek, hogy gyanakodtak, és a lényeg az, hogy tulajdonképpen viszonylag gyorsan, hát szegény lebukott, de igazából senki nem jelentett őt föl, amilyen szerencsétlen módon bukott le, hogy csak Szakacsicsot kihallgatták a rendőrséget, nem ebben az ügyben, egy másik ügyben. És fölnézett, és kit látott, pont ez a nő szült egy másik szobába. És akkor nyilván észrelték, hogy hoppá, hát ők valószínűleg ismerik egymást. Szóval a lényeg az, hogy nem igazán dobta őt föl senki, de hát kiderült, hogy ő itt éppen kémtevékenységet folytat. Halálra ítérték. Most ehhez képest még jó pár évvel később is életben volt, ez pedig annak volt köszönhető, hogy aztán volt egy másik kém, aki szintén Magyarországra küldtek ugyanilyen küldetéssel. Az derül ebből ki, hogy az akkori magyar politika igazából valóban hát volt ilyen szándék, hogy megszabadulni ebből a háborús helyzetből, és megpróbálni valami megállapodást kötni a nyugati hatalmakkal. Ez fejeződik ki abban, hogy ezt a nőt kicserélték egy fogolycsereegyezmény keretébe, és utána ő hát visszament Nyugat-Európába bolyongott, igazából a férjehez nem tudott visszakerülni, és 46-ban újra, hát tulajdonképpen Magyarországra került. És itt a sok rejtély között egy újabb rejtély, hogy került ő ide. Ugye ekkor a férje már halott. Imre azt megtalálta ugye a halotti anyakönyvű bejegyzést, ami megint csak egy rejtély, hogy egyfelől beírnak egy betegséget, végezőnül, és valamilyen gyengeséget, másfelől pedig mérgezés. Harmadrészt meg az a gyanú, hogy öngyilkos lett. És egyébként, és itt van még egy történet, ez a Tickell nevű író, aki nem egy Oscar Wilde, azt nem mondhatnám, én elolvastam most ugyanis a művét, Miss May címmel, The Story of an English Woman, ami ugye tehát egy angol nő története, írt erről egy regény. Ez egy regény, ugye ez nem egy életrajzi mű, aminek az a lényege, hogy ez a nő nem volt kém, ők 56-ban találkoznak Londonban, és mint régi barátok, és a nő neki elmondja a történetét, ahol semmiféle kémtevékenységről nincs szó, ezzel az oroszok vádolják meg. A lényeg az, hogy a háború után valóban vissza akart jönni, de azért, mert hogy a családi palotában, kertjében el volt ásva az ezüst, és ő, mint szerencsétlen özvegy, hát kénytelen lett volna hozzájutni ez a kis pénzmaghoz. De ez nem sikerült, mert őt elrabolták, Bécs mellől elrabolták, rögtön a fasori orosz parancsnokságra került, ott őt egy orosz tiszt kifagadta napokon át, nem kínoszta, nem verte, de kifagadta, nem hitte el neki, hogy nem kém, és utána a Szovjetunióban töltött el 8 évet, ahol aztán végül is nagy nehezen megszabadult, és röviddel utána pedig elhalálozott. Na most ugye az a, itt a kihívás, hogy megpróbáljuk felgöngyölíteni, hogy ebből, mindebből mi az igaz, pontosan ahogy volt, ez nem olyan egyszerű, mert az irodalom és a történelem nagyon erősen összekeverednek. Minden esetre az egy nagyon érdekes szál. Ő azt mondja, hogy ő Kőszegen élt 20 évet ebben a regényben, ez biztos, hogy nem igaz, mert ugye a házassága is csak 8 évig tartott, de nagyon részletesen beszámol a gyönyörű kőszegi emlékekről, és arról, hogy Kőszegezőn mennyire kötődik. Lehet, hogy járt átutazóba Kőszegen, de hogy itt a Dóra nevű háziasszony nem volt 20 évig az ő szolgálatában, az biztos. Tehát bizonyos dolgokat már tudunk, a többi dolgon pedig ügyködünk, ezek szerint nem csak mi, hanem még van egy lelkes kutató, aki szintén. Minden esetre ez is azt mutatja, hogy Kőszeget nem szabad kiszakítani a nagy történelemből, hiszen minden pillanatban kénytelenek vagyunk, és oda nyúlhatunk, nem csak kénytelenek vagyunk.
itt van az ő képe. Hát döntsük el, hogy kinek mennyire vonzó. Az egyébként, hogy Kim, az a brit, szintén ma leltem rá, amikor legutóbb ezt egy éve tanulmányoztuk ezt a dolgot, akkor még nem volt fönt az interneten. Fölkerült az internetre a londoni brit levéltárnak, könyvtárnak és levéltárnak az adatbázisába felkerült ez a bejegyzés, mely szerint ez a Miske Gerstenberger, Mary Elizon Miske Gerstenberger, ez Kém volt. Hát egyértelműen ott szerepel, hogy Kém volt. Ők azt mondják, hogy 1947-ben tért vissza Magyarországra, ugye ez is most akkor, ezen is elrágódhatunk, és hogy 55-ig volt táborban, és itt is szerepel ez a bizonyos munkatábor, és itt is szerepel ez a regény, hogy ez született, és ez valóban, mert ezt az Amazontól meg tudtuk rendelni. És akkor az utolsó történet... Beleférni a plegykor? Persze, amikor letartóztatták a Mary Elizont, akkor kénytelen volt a férje elválni tőle. Jaj, és feleségül vette a két gyermekének anyját, aki valamikor a házvezetőnő volt. Ez teljesen jogos. Aki egy problémás eset volt, bizonyos Szabó Margit, ezt abszolút az Imre tárta föl, és teljesen jogos, hogy a pletyka is azért, a pletyka és a nagy politika azok nagyon szépen találkoznak, ugyanis Szabó Margit egy problémás eset volt, mert ellene pedig a zsidó küldözésért volt eljárás 46-ban, persze ez lehetett politikai üldözés, ezt nem tudjuk, de azért nem volt teljesen rendben. És hát ő is erősen hajtott a Gerstenberger vagyonra. Tehát, hogy nyilvánvalóan volt egy erős anyagi motiváció. Lehet, hogy megtalálta az ezüstöt. Hát a két nő, mert a regény egy szót nem szól a válásról, és egy szót nem szól az első asszonyról, aki egyébként férnél volt, amikor is a Gerstenberger erővel összeszűrte a levet, és született két gyerek. Tehát, de nem akartam arra a szintre elmenni most, hogy szerepel, hogyha a szerelmi történetekről kéne itt beszélni, akkor nem 111 történetet tudnék kőszegre, hanem 1111 se fedné le 17. századtól, vagy a 16-tól, amikor egyáltalán adataink vannak. Nem is akarnék itt családneveket mondani, mert hát valakinek még az érzelmét megbántom, tehát hogy nagyon sok szerelmi történet van, higgyék el, ha valakit érdekel, akkor ennek utána lehet menni, és akkor menjünk rá az utolsóra. Szintén Imre tárta föl az Olasz Mátyás történetét. Itt tulajdonképpen hát annyit kell róla tudni, hogy ő egy kereskedő volt. Ha Mészöles professzor kérésének meg akarunk felelni, akkor a történet magas szintje, hogy Kőszeg a 17. század végén, amikor itt felbukkan, akkor már ugye szabadkirályi városként és kereskedő városként jó kapcsolatokat ápolt számtalan központtal, tehát és ő maga is egy vonzó helyszín volt, egy olasz ország így került ide, nyilván valamilyen üzleti kapcsolatban állt itt valakivel, vagy valami ismerőse. Itt lehet látni ugye az ő bejegyzését, polgárnak bejegyezték a 17. század végén, meg is házasodott, egy helybeli szappanfőzőnek a lányát vette, bizonyos Évát. És tulajdonképpen azt nem lehet mondani, hogy egy példás polgár volt, nem volt jó gyámapa, ezt tőle tudom, nem igazán ott valamit variált a pénzzel, a gyámgyerekek pénzével, illetve hát több kihágást is elkövetett, meg a Bezerédi Imrével volt valami zűrös kapcsolat, most a Bezerédi sem a is mondjam, tisztességéről volt, híres hazárulásért végezték ki a Rákóczi Szabadságharc idején, de brigadéros volt, és itt Kőszegen is ugye megfordult, sőt itt tartóztatták le, és úgy vitték a vesztőhelyre. Tehát ennek a Szolderelnek mindenféle ügyei voltak. Igazából a bejegyzésből lehetne tudni, hogy mely olasz városból jött, és akkor a Szolderel családnak Olaszországból is utána lehet menni. Hát több, szintén Tóth Attila kollégám segített, több szakértőt, kifejezetten ezzel a korszakkal foglalkozót kérdeztünk meg, hogy vajon honnan jött Szolderel, de ez egyik olyan rejtel, amit eddig nem tudtuk megoldani, mert senki nem tudja kiolvasni az olasz város nevét, nem sikerült beazonosítanunk. Úgyhogy az még a jövő nagy kérdése, amellett, hogy Mary Elizonról mit fogunk megtudni, és még az összes többi kérdés, amit itt felvetettem. Remélem, hogy érzékelik, hogy amikor az ember valamit végre megold, egy rejtét, akkor tényleg másik öttel szembesül, és akkor azokat, tehát ezért jó a mi munkánk, mert ez nem fog soha véget érni, hogyha megpróbáljuk csak a kőszegi belváros feltárni, és akkor még nem is beszéltem az egyéb a várkul és az egyéb érdekes történetekről. Úgyhogy ezeket próbáltam most elmondani. Köszönöm szépen!